mint Ózd. Így tudnám összefoglalni. Vagy mint Felső Zsóca. Így tudnám. Így. Szóval figyelni kell az utcán. Na, figyelni kell az utcán. Vesédre, autódra, mindenedre. Én mindig mondtam, hogy ez a Párizs-Dakar, ez egy akkora fasság, olyan kellene, hogy Ózd Dakar. Hogy a terepjárót ott hagyod Ózdon a Tesco parkolóba, azt ha reggelre megvan a 4 gumi, lehet indulni a picsába, de mindenki ott állna. Na lényeg, hogy eljutottunk Betlehem, ugye Jézus Krisztus ott született, 3 nappal ezelőtt, és kb. 4, na mindegy, és oda jutottunk el magyar turista csoport. Na most a magyar turisták, ha trópusi körülmények közé kerülünk, hogyan öltözködünk? Hát ugye a férfiak, még a nők csak-csak, de a férfiak ugye a barna szandi, szürke műszálaszoknival, ugye, hogy suttyogjon benne a lábod, akkor ugye a várjál még, a ber nem, de klotnadrág, az a felvágva, vagy felhajtva, az asszony, mert ugye az ülepe jó, ugye, csak az olja van elkopva, kivasal, akkor van akinek, nem ilyen, ilyen, mi ez? Felhajtó. Azért gáz, mert ugye a girosz morzsa ide gyűlik egy... És Budapesten kap egy kis vizet, és akkor egy arab gyerek kikel belőle. Nesze neked migráns, bazd meg, ott jön, ott nő ki. És akkor a hasitasi. Hasitasi, és minden benne van, de a telekulcsot elhozza, bazd meg, a tartalék telekulcsot, de tudod miért? Mert ha betörnek otthonra, azt ott a telekkulcs, bazd meg, akkor úgy mennek be, hogy már kulcssal mennek be. Úgyhogy el kell hozni a tartalék telekkulcsot, és így néz ki. A biztosítási kötvény, mert ha ellopják, bazd meg, az össze, így. Mondjuk, amikor mentünk át Egyiptomból Izraelbe, ahol csak egy határátlépő van, és úgy erősen, úgy ellenőrzés van. Erősen így tudnám összefoglalni. Húzni kell a bőröndöt ugye egy ilyen kilométeres sávon keresztül, és jobbról-balról a drótkerítés mögül így a géppisztolyos katonák így vizslatnak. Jó a hangulat, azt kell mondjam. Tehát ott nincs az, hogy hajrá, Fradi, hajrá, Makabi, bazd meg, úgy jössz végig. Így, mindegy, és akkor az volt a gáz, hogy a táskádat ugyanúgy átvilágítják, mint a repülőtéren a bőröndöt, de nekem volt egy kis zöld váltáskám, és akkor a finansznő mondta, hogy menjek már oda. Hát mondom, tessék, hát semmi nincs nálam. És akkor az volt a baj, hogy nálam volt a Rubikon, mert én nagyon szeretem a történetet, a Rubikon gestapo külön szám. Az kellemetlen volt. És megvan az lehet, hogy így húzza ki a finansznő, így a Rubikont, és ahogy jön ki a sas, a horogkereszt egyre nagyobb volt a lába alatt, bazd meg a... Így nézte a pillanat, és visszadugta, mert átment az agyám, bazd meg, hogy neki most őt agyonlő, 14 papír kell kitöltenie a paraszt magyarért. Na szóval Betlehem, és akkor megyünk ezzel a hasitasis brigád, műszálas felszerelés. Előttünk ott a Szent Születés templomában, mert Jézus egy ilyen gödörben született, egy kőlyukban, voltál akkor ezek szerint, ugye azt kimárványozták, és 1500 éve építettek egy hatalmas templomot, aminek ekkora bejárata, ugye, mert mindenkinek meg kell hajolni. Na, oda bejutottunk, előttünk dánok, norvégok vagy svédek voltak, nem szőkék, így tudnám. Ilyen fiúk, meg fiatal. Hát ilyen, na, hát szőkék. Jó, te szlovák vagy, de attól függetlenül... Mindegy. Van egy török barátom, ugyanígy néz ki, bazd meg. Tehát teljesen mindegy. Mondjuk ő Janicsár. Csak lopták. Lopták mizéből, Máté Szalkáról. Na mindegy. Szőkébb, mint bárki Máté Szalkán. Na mindegy. A lényeg, hogy szőkék is gyönyörűen nők felöltözve ilyen kis kosztümbe, a férfiak ilyen vászonzakóba, a hölgyeken ez a himzett nyak, vagy nem... Olyan gallér, de tudod, azon szép, olyan kis kézzel gyönyörű, és akkor lementek a spirál lépcsőn, és akkor hát a legszentebb helyről, szerintem a mennyből az angyalt énekelhették, szálltak a mással hangzók, nem tudom másképp, vagy az IKEA prospektus, nem tudom. Vagy az Ericssonnak mondták a kapcsolási rajzot, de... Na és akkor integettek ott a pópák, hogy mi jövünk. Na elindult a magyar turista csoport. A szandik csattogtak, öcseim, mint a 9. légió, az...
és egy ceglédi lovas rendőr, az akkora darab ember, egy ilyen, mi van? 9 ilyen brutál Béla. Aki látta a indul a bakterházba a csendőrt. Nem a Harsányi Gábort, a Gírnyót, hanem azt a rettenetes bazeg. Tudod, ez ilyen lovasrendő, aki, hogyha a ló elfárad, fölveszi a hátára, azt a 4 órát elcipelgeti, az meg így körbe, ilyen erdőkerülő rendőr. Na csak egy kicsit csúszott meg ugye a hívek által kikoptatott márvány lépcsőn. Bebaszta a fejét a kőbe, és majdnem ráesett a jászolra. Mondom, a jászolra. Ami egyébként nem fából van, mint nagymamánál sajóbábonyba az olajfestményen, hanem kőből van a jászol. Ezt úgy csak így mondanám, hogy ugye a sajóbábonyi festők nagyon ritkán voltak a Szentföldön, hogy megnézzék, hogy kőből van a jászol, ugye, amiben lettek a jószágok. Na az öreg, hát ezt nem tudom másképpen, mert nem tudom másképp mondani, hogy így lefejelte meg ilyet. Na most, hogyha összetörik ugye a jászol, az világháború. Azzal legyünk tisztában, mert Viktor még él, ott érdepelhetne. Ugye sok esélye nincs, mert református. Tehát ott Rómában neki nem nagyon terem babér. És az öreg így megijedt, azt annyit mondott, így ilyetébe, azt mondja, nincs rá szó, gyerekek. Az, ami ott volt, hogy a papok nem értették, ugye, hogy a dánok miért énekeltek, a magyarok meg miért vonyítanak. Így jött. Csodálatos volt. Ennyi. Embertelen volt. Embertelen. Volt sok élmény, azért mondom. Hát amikor 6 napig nem kakilsz, pont a siratófalnál jön rád. Azt...